az emberiség úgy tartotta, hogy a halál után leírható élmények, különböző módokon leírható élmények vannak, vagyis a lélek tovább él. Az életnek nagyon sok ténye, ami magasabban vagy más helyúton elrejtve, mint a puszta biológikum, az bizonyíthatatlan, legalábbis földi eszközökkel bizonyíthatatlan. Egyszer csak ugye hát észrevettem, hogy ott van velem az apukám. Az apukám akkor már 4 éve halott volt. Ez az élmény a beszámolók szerint inkább valami olyasmi, mint egy olyan világ, ahol ezek a szabályok és törvények többé nem érvényesek. Talán ez a műsor segíteni fog még abban, hogy én személy szerint nagyon fájdalom azt, hogy nem bánunk megfelelően a halottainkat. Szeretnünk kéne, ne csak azért, mert halál közeli élményük lehetett, vagy nem, hanem azon kívül is, amikor elköszönünk tőlük, akkor köszönjünk el tőlük tisztességesen. Ez az időszak itt a Földön 5 perc, de ott, ahol én jártam, ott nem lehet idővel mérni. Vajon a halál közeli élmény nem más, mint az oxigénhiányban vergődő agy utolsó nagy jótéteménye? Vagy valóban létezik egy számunkra ismeretlen dimenzió? Ez itt az élet után. A Biblia több feltámadástól is megemlékezik, szám szerint 9-ről. Nagyon különös, hogy a 9 leírt feltámadás mellett egyetlen egyszer sem számol be a Biblia arról, hogy a meghalt és feltámadt történelmi figuráknak volt-e halálközeli élménye, vagy valami ahhoz hasonló. Erről is fogjuk ma kérdezni adásunkban Dr. Nagypál Szabolcs, római katolikus teológust, egyetemi adjunktust, aki vendégünk, csak úgy, mint állandó szakértőnk, Paulinyi Tamás, író, pszichikutató. Üdvözlöm Önöket, Erkárpáti Péter vagyok. Most a beszélgetés előtt azonban folytassuk a filmsorozatot a következő résszel. Érdekes kérdés, hogy az alagút élmény miért párosul negatív érzésekkel. Nem tudom, hogy létezne erre egy kialakult magyarázat. Nem nagyon hallottam hipotéziseket arról, hogy miért van az, hogy ennek a alapvetően pozitív élménysorozatnak, egységnek van egy olyan része, ahol kellemetlen hangok, surlódások, zajok, egyebek tapasztalhatók. Maga az elszakadás, tehát az elindulásnak az állapota, ami azért mégis egy kiszakadás valahonnan, egy testi létből, egy tudatállapotból, olyan ez, mint amikor hirtelen valamit kitépnek, vagy egy állapotból, ha úgy tetszik, durva hirtelenséggel egy másikba áttolnak. Nem tudom, hát annyi dolog van az életben, ami átmeneti kellemetlenséggel jár. Egy dolog biztos, ha egyáltalán megjelenik a élmény komplexitásában, ez az alagút élmény. Ez csak az első lépcső, és utána valóban valamiféle felszabadulás, valami kiterjedtség, valami kitágultság, tudati megnyugvás következik. Nem tudok róla, hogy ezt alaposabban vizsgáltak volna. Egy Somogy megyei településre indulunk, ahol Médea meséli el nekünk halálközeli tapasztalatait. Egy másik elmélet szerint az oxigénhiányos agyzavara s a tudatvesztést követő eszméletlenség rendezetlen tudati aktivitást hoz létre az egyet halálakor. Eszerint a haldokló idegsejtek ingerület átvívő anyagai elárasztják a testet, s ez vezet a tudat különös állapotához. Az elméletnek ellentmondani látszik, miszerint a halál bekövetkeztének legbiztosabb jele éppen az EEG-n tapasztalható elektromos csend, az idegsejtek inaktivitása.
Én soha nem fogom azt mondani, hogy ez nem így van, hogy tehát a lélek kiszáll és felülről tekint alá, hanem azt mondom, hogy ahhoz, hogy én ezt elhiggyem, korrekt vizsgálatokat, úgynevezett kettős vakteszteket is kell végezni. A népi szakrális bölcsesség sokat tudott erről. Az nem egy komikus dolog, amikor a siratóasszonyok 3 napig ott voltak a halott mellett. Miért voltak ott? És miért éppen csak 3 napig? Mert tudták, hogy akkor még valamiféle kontaktus, hogy úgy mondjam, ha kis szarkasztikusan fejezném ki magam, még lőtávolban van a távozó. Ezek az élmények vannak. A hasonlóság abból fakad, hogy ugyanazokat az agyi területeket hozza mozgásba ez a vegyület, és az már egy másik kérdés, hogy ki milyen jelentést tulajdonít neki, hogyan értelmezi, hogyan dolgozza fel. Ismert, hogy a halucinogének képesek előidézni komplett, valóságosnak megélt utazásokat, amelyekben gyakran megjelennek különös lények, élénk színek és formák. Szintén jellemző ezekre a tapasztalatokra az időnkívüliség, vagy az idők különös érzékelésének megélése, a testenkívüliség és a gyönyörködtető helyek látása. Komplett eseménysort kiváltani azonban tudatmódosító szerekkel se tudtak. Az egész eset az 2011 nyarában kezdődött, amikor szokatlanabbnál szokatlanabb tünetek jelentkeztek nálam, és amilyen gyorsan jelentkeztek, olyan gyorsan is tűntek. Én rendszeresen jártam orvoshoz, mindig a szakorvoshoz fordultam, de nem, soha nem találtak semmit. És 2012 tavaszára már nagyon rossz állapotban voltam, nagyon nehezen kaptam már levegőt, nehezen tudtam enni, és hát sokszor szédültem, időnként rángatozott a jobb kezem, a jobb lábam. Én úgy gondoltam, hogy ez mind a pajzsmirigy betegségemre vezethető vissza, és befeküdtem kivizsgálásra a kórházba, a belgyógyászati osztályra. Ott kiderítették, hogy a pajzsmirigyem még rendesen működik, még nincsen akkora probléma, mint ahogy azt gondoltuk, és így pünkösdre hazaengedtek volna, viszont akkor a neurológiai tünetek újra jelentkeztek, és amiatt a neurológiai osztályra áthelyeztek. Innentől kezdve nem emlékszem semmire. Az elmondások alapján 3 nap alatt teljes mértékben leépültem. Egy első nap még úgy, ahogy tudtam mozogni, ki tudtam menni saját magam is a mosdóba. A második napon viszont már tolókocsiban segítettek a mosdóba, a harmadik napon viszont már a fejemet sem tudtam megtartani, tehát a tarkóizmok is nagyon gyengék lettek. A jobb oldali rángások, illetve kettős látás az továbbra is fentelt, és ezekre a rángásokra kaptam egy gyógyszert, ami izomlazító hatású, és mivel a szervezetem már nagyon gyenge volt, valószínűleg emiatt is leállt a szívem. Mondták is az orvosok, hogy szerencsém volt, hogy bent vagyok, és nem otthon történt ez meg velem. Az elmondások alapján körülbelül 5 percig tartott, mire visszahoztak és stabilizálni tudtak annyira, hogy az intenzív osztályra helyezzenek. Ez az időszak itt a Földön 5 perc, de ott, ahol én jártam, ott nem lehet idővel mérni. Nincsenek olyan élményeim, mint nagyon sok embernek, hogy fényes alagúton megyek át, és emberekkel találkozom, hanem én arra emlékszem, arra az erős hatásra, amikor közvetlenül a mennyben voltam. Nem volt testem, de tudtam, hogy én vagyok, és Jézus, mert ő ott volt velem, megérintette a vállamat, holott nem volt vállam, csak tudtam, hogy mégis ő az, aki hozzám ér. Hihetetlen. Olyan fénnyel szembesül az ember, amit a Földön nem ismerünk. A nap ugye a legerősebb fényforrás, amit ismerünk, és ezt, ha
megszorozzuk millióval, akkor tudnám azt mondani, hogy az hasonlít a Mennyországra. Egyáltalán nem volt bántó, hanem hihetetlen nagy békesség, nyugalom, biztonság és szeretet áradt ebből az egész környezetből. Láttam formákat, amit nem tudok beazonosítani, mert ilyen forma nincs a Földön. És mindvégig éreztem Jézus jelenlétét, aki beszélt hozzám, és ő mondta azt, hogy most még nincs itt az idő, menni kell. Ezt úgy kell érteni, hogy emberi szavakkal, vagy más. Ahogy visszaemlékszem az egészre, hogy eszembe jut, nem kifejezetten olyan szavak voltak, mint ahogy mi most itt beszélgetünk, hanem inkább lelki. Tehát ilyen lélekben lehet ezt inkább kifejezni. Ez így nem merült fel bennem abban a pillanatban, amikor ezt átéltem, hogy nekem tulajdonképpen nincs többé testem, csak vagyok, de tudom, hogy én vagyok. Ez inkább akkor gondolkodtatott el engem, amikor már visszatértem, és már magamhoz tértem a kórházi ágyon, és próbáltam feldolgozni ezt az egész eseményt, amit átéltem, mert nagyon erősen a hatása alatt voltam, és vagyok a mai napig is. És akkor tudatosodott bennem, hogy nekem nem volt testem, és hogy ez különös érzéssel töltött el, akkor, amikor már erre visszaemlékeztem, de abban a pillanatban ez nem foglalkoztatott, mert Jézus hatása, tehát az ő jelenléte sokkal erősebb volt, és az a nyugalom, az a szeretet, az a békesség, amit ott átéltem, az sokkal erősebb volt mindennél. Színekre, illatokra, hangokra emlékszik az ott jártatából? Illatokra egyáltalán nem emlékszem. Fehér éles, tehát fényre emlékszem, illetve azok a formák, amiket én láttam, sötétebb, azok is fehérek voltak, de sötétebb árnyalatban. Így érdekes volt számomra, hogy a fehérnek is különböző árnyalatai voltak. És a következő pillanat, amire emlékszem, az már az, amikor a kórházi ágyon magamhoz térek, és akkor éreztem azt, hogy nekem nagyon rossz az, hogy most én itt vagyok, és nem lehetek ott, ahol voltam. Sokan kérdezték az egészségügyi dolgozók közül is, hogy volt-e valamilyen különös tapasztalatom ez alatt az idő alatt, és én mindenkinek beszéltem erről, aki erre kíváncsi volt. Sokan mondták nekem, hogy ez csupán kémia. Én viszont úgy gondolom, hogy ugyanazt vagy hasonló dolgokat nem halucinálhat, úgymond senki. És akkor, amikor az emberi agy kikapcsol, onnantól kezdve már nincsenek érzések és gondolatok, amik ilyen képeket alkotnának az emberben. Határozottan változott az életem. Mi azelőtt is hívő család voltunk, és ma már nem azt keresem, hogy mi miért történik, hanem tudom azt, hogy mindennek megvan az oka, még a rossz dolgoknak is. Azelőtt sem volt félelmem a haláltól, mert tudtam, hogy mi várhat ránk. Annyiban viszont változott, hogy most vágyakozom arra a pillanatra, hogy visszatérhessek oda. Erőteljesen vágyakozom, és ha nekem itt a küldetésem véget ér, akkor nyugodt szívvel mehetek. Az emberi agy, amikor veszélybe kerül, amikor kevés oxigént kap, hogy most ilyen borzasztó egyszerűen fogalmazza, bekapcsol egy vészrendszert. Ennek a vészrendszernek az a lényege, hogy ha úgy tetszik, lekapcsolja a testet. Megpróbálja óvni az agyunkat ebben a kritikus helyzetben. Termelődik egy anyag, amelynek éppen az a sajátossága, hogy lekapcsol mindent, ami nem szükséges, csak az agy védelmét szolgálja.
Viszont amikor lekapcsol, akkor ez a bizonyos vegyület az agy bizonyos területeit aktiválja. Csak hogy ez az aktivitás olyan nagyon nehezen írható le. Az agy olyan területeit érinti ugyanis ez a vészhelyzeti vegyület, amelyek az érzékelésünket befolyásolják. Tehát például a látásunkat, a fényérzékelésünket, a térérzékelésünket. És ennek alapján feltételezhető, és ismétlem, hogy ezek feltevések, hiszen kísérleti úton nem nagyon bizonyítható, hogy ez a vészüzemmód hozza létre ezeket az érzéki benyomásokat, amelyek viszont borzasztóan erősek, meghatározóak, és aki ezeket átéli, az nagyon valóságosan éli meg ezeket a történéseket. Én azt mondanám, hogy amikor az ember elgondolja a saját halálának a kegyelemteli vagy kevésbé kegyelmes részleteit és körülményeit, akkor ne azt kutassa, hogy abban a bizonyos halálközi élményben mi történik, mert az magától adódik. Ha készen volt a lelke rá, élni fogja, ha nem, akkor gondozásba fogják venni, mert nincs elveszett lény. Én így gondolom, így érzem a Földön, hanem arra koncentráljon, hogy amit kapott létidőt, amelyik bármely pillanatban megszűnhet, bármely körülmények között, azt próbálja meg úgy alakítani, hogy gondoljon arra, hogy ha számon kérik, nem számon kérik, ha egy tükörbe tartják előtte majd az életét, milyen lesz az az érzés? Bele tud-e nézni abba az isteni tükörbe? Vagy elpazarolta? Ez a nagy kérdés. Hát, hogyha azt feltételezzük, hogy van lélek, és én ugye ezt feltételezem, akkor azt mondjuk, hogy a lélek visszatér saját otthonába, leveti földi létének minden kínját és nyűgét, leveti a testet, mint egy avit elhasznált ruhát, és végre kiszabadul. Van egy villanás, ami pozitív, tehát egy találkozás, egy fénylénnyel. De aztán még jönnek dolgok a halál utáni létben, amennyire ezt tudhatjuk a különböző hagyományokból, amikor az ember szembesül azokkal a nem helyes tettekkel, amelyeket esetleg elkövetett. Én tettem valakimi rosszat valakinek vagy valakiknek, most ez a dolog, így mondják a modernek is, Rudolf Steiner is, ez visszafele jön, és most ez rám tör. Saját pofonomat most én érzékelem. A saját pofonom okozta kint. Gram. Állítólag ekkora tömeggel bír az ember lelke. Egy amerikai orvos, Duncan McDougall szerint, amennyiben az embereknek valóban van lelkük, az valamilyen anyagformájában van jelen a testben, és mint ilyen, tömege kell, hogy legyen. A múlt században élő orvos kísérletekbe fogott. Egy kórházi ágyat átalakított úgy, hogy az mérlekként működjön, majd halálos betegeket figyelt meg, amint elhunytak. A mérleget igen érzékenyre állították, ezért az orvos olyan betegekkel kísérletezett, akik végelgyengülésben haltak meg és keveset mozogtak utolsó óráikban. Megfigyelései alapján a halál pillanatában a test tömege pontosan 21 grammal lett könnyebb. A lélek súlya gyakorlatilag az utolsó lehelet távozásakor hagyja el a testet, írta McDougall feljegyzéseiben. De vajon ennek az elterjedt történetnek van alapja, vagy csupán városi legenda? 21 gramm a lélek. Na most ebben az a bajom, hogy ha mondjuk megmérem 100 embernek a szívét, megmérem 100 embernek az agyát, mondjuk tegyük fel, hogy ezt meg tudom csinálni, megmérem 100 embernek a fogait, akármelyik testrészét, amit úgy jól körül tudok határolni, hogy pont ugyanúgy vágom ki, pont ugyanúgy veszem ki, pont ugyanúgy teszem a mérlegre, 100 ember 100 féle tömeget fog adni. Tehát nincs két egyforma tömegű szív, nincs két egyforma tömegű agy, nincs két egyforma tömegű fog, vagy köröm, vagy bármi. Miért lehet az, hogy mindenkinek a lelke egyformán 21 gram?
Tehát egyszerűen már csak logikailag sem stimmel a dolog, mert akkor az egyiknek 23-nak kéne lenni, a másiknak 19-nek, akkor az ember azt gondolná, hogy itt valamit mértünk. Abban a pillanatban, amikor a haláltusa bekövetkezik, akkor ugye például kikerül az ember belsejéből a levegő, mert ugye azt kifújja, azt belemérik a súlyába, amikor mérik. Amikor pedig elfogyott, akkor nem mérik bele. Nem tudom, hogy az hány gramm, mert én sose próbáltam ilyen kísérletet csinálni, de hogy az például eltűnik a testemből, ez ilyen baromi egyszerű, hogy a levegő kimegy, és azt már nem mérem bele a tömegébe. Amíg benne van, addig belemérem. Ugye a halba is benne van a úszóhajakban a levegő, belemérem, amikor a mérlegre teszem. A kinyomom belőle, annyival kisebb lesz a tömege, amennyit kinyomtam belőle. Tehát, hogy még ez is lehet, nem beszélve arról, hogy ugye kiszáradnak a holtak, ezt nagyon jól tudjuk, nagyon gyorsan vesztik a vizet. Ugyanis azok a védőmechanizmusok, amik a bőrön a folyadékvesztést megakadályozzák, egy zsírréteg, meg ilyesmi, azok pont ebben a fázisban már nem működnek. Ezek a gátak, az aktív gátak megszűnnek, és pillanatok alatt párolog az egész testfelületen nagy mennyiségű víz, az is jelentős tömegcsökkenést jelent. Az városi legenda, mert tulajdonképpen ugye ez a halál az egy folyamat, tehát ugye a halál pillanat, tehát az, amikor a biológiai halálról beszélünk, ugye az, amikor definitíve meg kimondjuk, hogy valaki meghalt, de ez egy klinikai folyamat, ami több percig tart azért, tehát ugye nem úgy halunk meg, hogy meghalunk, hanem van egy klinikai halál stádium, ez pár percig eltarthat, és utána mondjuk csak azt, hogy ténylegesen beállt valakinél a halál. De ezt utána ő rajta kívül tudományosan senki nem támasztotta alá. Tehát ezt sokkal inkább mondják, hogy így van, ragyogóan elmondta. Tulajdonképpen a test párolgásából a holttest meg is nyúlik, ugye, tehát egy csomó olyan biológiai folyamat zajlik az emberben, amikor meghal, ami simán magyarázhatja a 21 grammot. Én nem hiszem, hogy a léleknek annyira súlya lenne. Ugye relatív régi feltételezés, egy 100 éves történetről van szó, hogy az ember lelkének van egy mérhető súlya, mégpedig ez szerint a kutatás szerint 21 gram. Most ezt nagyjából úgy mérték le, hogy haldoklókat, egyébként TBC-ben haldoklókat, akik viszonylag nyugodtan haldokolnak, hát ez benne volt a témában, lemértek, folyamatosan mérték, majd a halál pillanatában a leíratok szerint, meg kell mondjam, tudományos módszertan értelemben ez nem volt egy korrekt kísérlet, 21 gram súlyveszteséget mértek. Mértek macskákat, mértek kutyákat, mértek egereket, majd amikor ezeket megismételték mások, szintén nem akadémikus szigorral, újabb és teljesen egymásnak ellentmondó eredményekre jutottak. Amikor én ennek a bizonyos kísérletnek zárójelbe teszem, alaposabban utána olvastam, utána néztem, amihez hozzáférhető, arra jutottam, hogy olyan nagyon komolyan ez nem vehető. A haláltól való félelem abban gyökerezik, hogy az egészséges psziché távolságtartó minden ismeretlennel szemben. A halálközeli élményt megtapasztalók pozitív beszámolói talán segíthetnek abban, hogy árnyalódjanak a halállal kapcsolatos esetleges szorongásaink. Első kérdésünk vendégünkhöz, illetve állandó szakértőnkhöz, hogy a keresztény egyház hogy áll a halálközeli élmények témakörével, egyáltalán hirdeti-e, esetleg nem sok hangsúlyt vet rá, vagy igenis foglalkozik vele. Mit szabad erről tudnunk? Az egyik meglátásom az, hogy az orvostudomány fejlődésével fölsűrűsödtek a halálközeli élmények, mert hogy megtanultuk azoknak a módszereit, hogy hogyan hozzunk vissza agyhalálból, szívhalálból embereket. Noha halálközeli élmények mindig voltak a történelemben. Ebből viszont az következik, hogy ritkán voltak, hogy az egyháznak nem volt feladata, hogy véleményt nyilvánítson a halálközeli élményekről, és hasonlóan a Moody könyvében leírtakhoz, sokan tartózkodtak attól, hogy ezekről beszéljenek. Ugyanakkor vannak misztikus élmények, amelyek bizonyos értelemben, például a testenkívüliség tekintetében hasonlítanak a halálközeli élményhez. Több misztikus számol be olyanról, hogy elragadtatást él meg, és a lelke elválik a testtől, és egy Isten közeli világba jut. Azért ezt tegyük hozzá, hogy Moody könyvének magyar kiadását az Eklézsia kiadó adta ki. Sokan ebből arra következtettek, hogy az egyház, a keresztény egyház
egyfajta bizonyítékként kezelte ezt a halhatatlan lélek létezését illetően. Ez valóban így volt, vagy ma így van ez? A bizonyítékot kicsit erős szónak érzem. Szerintem az egyház tanítására ilyen értelemben nincs bizonyíték, nem kell bizonyíték. A Szentírás tanúságtétele az maga éppen elég bizonyíték arra, hogy a halál után van élet. De az, hogy az Eklézsia adta ki ezeket a könyveket, az pontosan arra mutat, hogy ezen beszámolók sokasága, és aztán a Moodynak az összegzése ezekről az élményekről egyáltalán nem áll ellentétben a kereszténység tanításával, sőt, nagyon fontos teológiai meglátásokat visszaigazolva találunk ezekben. A halálközeli élmény beszámolók oroszlán része pozitív tapasztalatokról számol be. Megkockáztatom, azt is lehetne mondani, hogy szinte ilyen mennyországbeli környezetről számolnak be, annak minden képével, érzésével, és arra gondoltam, hogy végül is az egyháznak ez akár ilyen kézenfekvő is lehetne mondani, hogy na, ugye, gyerekek, hát akkor van. Az egyház ugyanakkor mégsem használja föl ilyen csúnya szóval élve praktikus módon ezt a kétségtelen egybeesést, de szerinted mi az oka annak, hogy ilyen közeli a hasonlóság az egyház által mennyországi képekként sugalt vagy létezőnek tartott környezetről, és a halálközeli élmény beszámolók szintén nagyon hasonló környezetvilágáról. Igen. Az egyik fontos megjegyzés azért ezzel kapcsolatban, hogy a tulajdonképpeni végső értelemben vett halált nem élték meg ezek az emberek, hanem előtte megálltak, ezért nagyon helyesen halál közeli élményeknek nevezzük ezeket. Tehát, hogy a halál után, ami a keresztény tanítás szerint egy utolsó ítéletbe torkollik majd, egyéni ítéletbe, illetve az egész világ megítélésébe, és azután pedig mennyországba és pokolba, ebben nem részesültek a maguk teljességében. Ugyanakkor olyan például az a fontos teológiai megállapítás, hogy van élet a halál után, van emberi lélek, találkozunk a szeretteinkkel, van egy fénylénynek nevezett, Moody által fénylénynek nevezett lény, aki végig mutatja előttünk az életünket. Ezek nagyon egybevágnak a keresztény tanítással. Egy élmény csomag felhasználásában a lelki életben mindig az a fontos, hogy mik a gyümölcsei. És nekem azt tetszett különösen tulajdonképpen mindegyik halálközeli élményt átélő beszámolójában, hogy az ő életük megváltozott. Tehát visszatértek, úgy érezték, hogy plusz feladatuk van, úgy érezték, hogy az életnek súlya van, más dolgok fontosak az életben, tehát ami eddig talán jelentéktelennek látszott, az ebben az áttekintésben hatalmas hangsúlyt kapott, és ugyanakkor azt is belátták, hogy lerendezetlen ügyeik vannak, amelyekkel ott szembesülniük kell, és ezért érdemes a rendezett szeretetet kialakítani az embertársakkal. Egyszer egy egyházi riport alanyom mondta, hogy tulajdonképpen az Isten közelében lenni jó dolog. Ezekkel a szavakkal fejezte ki. Jelesül arra utalt, hogy a halálközeli élménybe számolóknak ez a határtalan boldogság érzete, vonzódása a fénylény felé, illetve ugye van, aki meg is jelöli konkrétan az adott vallás emblematikus alakját ebben az energiamezőben, fénylényben, jelesül ugye Jézust, Istent szokták megnevezni. Vagy egy angyalt. A Bibliának és a szent írások tanításának ugye az egyik központi témája a feltámadás. A halál utáni feltámadás. Érdekes módon, hogy viszont soha nem beszél a kettő között eltelt időszakról, tehát a halál és a feltámadás között eltelt időszakról, semmiféle arra utaló nyom nincs, hogy valamiféle másik dimenzióról írnának, vagy új képzetekről, érzetekről, ami arra az időintervallumra korlátozódik, ami a halál és a feltámadás között van. Ez vajon miért lehet így? Valóban a teológia nagyon óvatos volt. Egyáltalán a mennyországgal, pokollal kapcsolatos konkrét dolgokban az irányok ki vannak jelölve, de pláne a teológiában közbülső időnek nevezett szakaszról szóló tanításban, hiszen talán ez nem annyira lényeges. A hagyományos elképzelés szerint ketté válik a lélek és a test. A lélek az ugye elrothad a sírban,
a test elrothad a sírban, a lélek pedig szunnyadozik talán, és várja a feltámadást, tudniillik a közös feltámadást, amikor az egész világ beteljesedik. Konkrét leírás, hogy a lélek addig valamilyen állapotban várakozó állásponton van? Ez egy teológiai elképzelés, inkább így mondanám, hagyományosan. Akkor a menny a purgatóriumot, akkor ez nem ebben az időszakban kéne, hogy... Na most a modern teológia másképp látja ezt, pontosan az idő problematika miatt. Tehát ma inkább úgy gondolunk erre, hogy valahogy az időből, vagy a téridő folytonosságból is kilép az ember, és ilyen értelemben már megtörténik neki a halála után az ítélet, vagy belekapcsolódik az időn kívül már mindig is zajló utolsó ítéletbe, és neki megtörténik a feltámadás. De aztán lesz egy közös feltámadás is. Ez nagy kérdés, hogy ott van-e idő. A középkori teológia a tempuszt, az időt, azt a földre, vagy a teremtett világra korlátozza. Az angyaloknak van külön ideje, ezt évumnak nevezzük, és van az isteni idő, az örökké valóság, az éternum. Most ezek ugye a római katolikus teológiának Igen. Aminek nevezem hipotézisei. Igen, szóval vagy magyarázatkísérletei. Igen. Egy valamit ne felejtsünk, hogy Szabos nem csak római katolikus teológus, hanem azon belül a vallásközi párbeszédeknek egy rendkívül jelentős hazai alakja. Tehát, hogyha már itt tartunk, érdemesen rátérni arra is, hogy egy mohamedánnak nyilván Mohamed jelenik meg fényben, kereszténynek Krisztus, és folytatának hozzá. Bocsáss meg, Tamás, nagyon jót mondasz, de képzeld el az a megfigyelésem, hogy a forgatások során, számtalan átélővel való forgatás során nem feltétlen az, hogy egy vallásos átélő nem feltétlen Jézussal vagy Istennel találkozik. Volt olyan vallásos átélő, aki kifejezetten energiamezőt, egy fénylény, de volt olyan, hogy még nem is nevesítette semmiféle ilyen mennybéli alakként, hanem ő energiamezőről vonzó fényességről beszél. Ugyanakkor volt olyan ateista átélő, aki pedig Jézussal találkozott, úgy mondod át, tehát az sem automatikus, hogy a vallásos az a fénylényben kizárólag a saját vallásának az alakját, emblematikus alakját látja, hanem ez is nagyon érdekes, hogy provizorikus. Csak ezt említetted. Hát egy ökumenikus felfogásban azért feltételezhetjük, hogy van valami egységes mag az Isten képekben, talán nehéz lehet egy hithű és tételes vallás képviselőjének egy ilyen gondolatig visszahátrálni, de erről mit gondolsz, mint vallásközi párbeszédeknek a szakértője? Hát vannak Isten fogalommal nem dolgozó vallások, vannak több istenhívő vallások, és vannak egyistenhívő vallások. Az egyistenhívő vallásoknál biztos, hogy amit te magnak neveztél, egy közös Isten tapasztalat létezik, sőt talán a több istenhívő vallásoknál, ahol egy főisten kiemelkedik, ott is hasonló tapasztalatokra juthatunk. Az olyan vallások, amelyek az Isten fogalommal nem dolgoznak, szándékosan nem ateistának hívom, például a buddhizmus, ott nehéz lenne közös Isten tapasztalati magról beszélni. Ahogy olvasgattam a visszaemlékezéseket, vagy beszámolókat, azt láttam, hogy olyan azért nincs, hogy valaki egy másik vallásnak a olyan tényleg nincs, olyan. Hogy mondjuk egy keresztény hívő, ne adj Isten, még inkább Mohamedet. Egy muszlim és izraelita. Így van. Cserél egy Igen. kis időre Isten képet. Igazad van, és köszönöm a kiegészítést. Így van. Na de azért még mindig nem tettünk pontot erre a kérdésre. Te az elején azt mondtad, hogy a legrokonszenvesebb az a morális változás, amit az emberek jobbak lesznek ezután az élmény után. De egyáltalán ennek az élménynek a tapasztalatát lehet azonosítani egy mennyei szférával, egy isteni jelenléttel a te felfogásodban, a ti felfogásotokban? Feltétlenül. Vagy ez csak egy lehetőség? Feltétlenül, de hát ilyen értelemben a föld élettől sem különbözik nagyon, mert itt is jelen van az Isten. Tehát Isten nem csak mindent meghaladó, transzcendens, hanem a világban benne lévő is, immanens, a Jézus Krisztusban különleges módon is, de egyébként is a világban gondviselése révén, a Szentlélek munkája révén mindig jelen van az Isten. És természetesen ezek a leírások, az élet áttekintése, vagy a szűk folyosó, vagy a szerettekkel találkozás, vagy ez a nagy nyugalomérzés, amit a fénylény áraszt, nekem inkább egy angyalnak tűnik egyébként a fénylény, mint Jézusnak, de már most teológiai szempontból nyilván mindenki a saját tapasztalata szerint értelmezi ezt.
Még azt akartam elmondani, hogy a saját vallásukat is másként kezdik egy kicsit látni az élményt átélők, és ez nekem nagyon tetszik, tehát kinyílnak. Nem annyira a szigorú vallási előírások, vagy formai így van, vagy a rítusok, vagy csak az etikai előírások, hanem így kitágul a szívük a saját vallásuk tekintetében is, és talán hitelesebben, vagy jobban a lelkiségi gyökereihez jutva élik meg azon túl a vallásukat. De jó, ezt nem tudtam. Viszont képzeljétek el, hogy a forgatások során nekem egy különös felismerésszerű történet furakodott a gondolataimba. Jelesül, ugye ahogy a vallás taglalja ezt a bizonyos hármast, a mennyország purgatórium, illetve pokol hármasát, érdekes módon, ugye ahogy az előbb is említettem, hogy a visszaemlékezésekben, az élményekben túlnyomó részt mennyországszerű képzeteket írnak le. Pokolszerű képzetekkel nagyon kis százaléka az, aki beszámol. Hála Istennek. Ugyanakkor a purgatóriummal kapcsolatban van egy érdekes megfigyelésem, mintha egyfajta különös párhuzam lenne, de mondom, ez csak az én tapasztalatom. Jelesül az, hogy a halálközeli élmény egységek között van az úgynevezett életfilm lepergés élményegység, a panoráma tudat, amikor is, ugye, és erről majd a későbbi adások folyamán részletesen fogunk beszélni Paulnyi Tamással, mármint a halálközeli élmény külön egységeiről, de most hadd emeljem ki az életfilm lepergést, ami ugye arról számolnak be, hogy sorban, képkockaszerűen, egy időben is, és lineálisan is látják saját életüket, de nem a kiemelt társadalmi eseményekre szorítkozva, hanem inkább arra, amikor ők valami rosszat tettek, megbántottak valakit, akár akaratlanul, akár oda nem figyelésből, stb. És Vekerdi Tamás szavaival élve az egykori pofonjuk kínját az életfilm lepergés egysége alatt most ők érzik, most mindazt a kín visszaszáll rájuk, amit valamikor magukból áramoltattak ki mások felé. Érdekes módon, hogy kivétel nélkül arról számolnak be az ilyet átélők, mert ugye azért nem mindenki éli át konkrétan ezt az élményegységet, de aki átéli az életfilm lepergés, vagy más néven panoráma tudat egységét, kivétel nélkül arról számol be, hogy mérhetetlen nagy lelki ismeretfurdalás vett erőt rajtuk, aminek a végén azt gondoltak, hogy édes jó Istenem, hogy én mennyi rosszat okoztam, és ennek biztos talán majd retorziója is lesz. Aztán természetesen nem, mert a feloldozás vált rájuk az életfél lepergés egység végeztével. Hát ez fel is meg az átlátás. Igen, csak hogy milyen érdekes, hogy számomra a purgatóriumhoz ez a lelki pokol, ide akarok kiukadni, ez a lelki tisztító tűz, szinte ez volt az érzésem, hogy talán ez paralel lehet így gondolatiságban az egyház által tagolt purgatóriumhoz képest. Szerinted ez jó rálátás, meglátás, vagy? Ehhez nagyon tudok csatlakozni, ez nagyon tetszik. A Dante ugye egyharmad arányban osztotta föl mennyország tisztító tűz és pokol. Ez súlyos tévedés. A tisztító tűz egyébként sajátos katolikus tanítás, protestáns testvéreink nem dolgoznak ezzel a fogalommal. A tisztító tűz az előszobája mennyországnak. Nem három dolog van, kettő dolog van, csak van, aki közvetlenül mennyországba jut, és van, akinek ehhez tisztuláson, lelkiismeretvizsgálaton kell átmennie. És valóban a kortárs teológia inkább így képzeli el a tisztító tüzet, nem is időben, hogy 100 évig ott kínok között, hanem pontosan abban az értelemben, hogy az ember szembesül a tetteivel, és le kell rendeznie magában szégyen, bánat, bocsánatkérés. És a fénynénnyel kapcsolatban engem is az fogott meg, hogy a fénynény úgy tárja elé az átélőnek ezeket a rossz cselekedeteit, hogy egy nem is csak megbocsátást, hanem egy ilyen megértést sugároz, egy elfogadást. És az átélő azt tapasztalja meg, hogy noha ez rossz, van rá bocsánat, vagy ő azért el van fogadva, mint személy, csak nem úszhatja meg azt, hogy szembesülnie kell ezzel. És ez még azt a keresztény tanítást is előhozza, nem csak keresztény, mások is ugyanígy tanítják, hogy Isten szeme mindent lát, tehát nem lehet elsunnyogni dolgokat, vagy ha tető van fölöttem, akkor nem látja Isten, hogy megszegem a böjtöt. Nem, Isten az mindent lát, mindenhol ott van, és valamikor
tisztító tűzben, utolsó ítéletkor, vagy ebben az egész folyamatban minden rossz cselekedetünkkel és gondolatunkkal szembesülnünk kell. Szerintem egyébként ezekben az élményekben valójában nincs egy olyan pokolkép, ami kilábalhatatlan állapot lenne. Tehát azt gondolom, hogy a purgatórium, ha már erről beszéltünk, ez a tisztító tűz, ami a felismerés kínja, az előbb-utóbb mindig egy előszobát jelent ahhoz a megkönnyebbüléshez, ahhoz a változáshoz, ami egy mennyei állapot. Tehát még a negatív halál közeli élmények is pozitív eredményekkel zárulnak. Erről is majd beszélünk az öngyilkosoknál, de ez a végtelen elfogadás, a kegyelem, a megbocsátás az egyik legnagyobb erénye és az egyik legemberformálóbb hatásának az élményvilágnak. Különös, amit mondasz, mert ehhez abszolút kapcsolódik, ugye, amikor járunk előadásainkkal az ország különböző fórumain vagy közösségeiben, felszokott merülni egy olyan, hogy jó, hát akkor végül is minden meg van bocsátva. Ez az elfogadás, és akkor fölmerül Hitler kérdése, és akkor ő is mondjuk átmegy a tisztító tűzön, és akkor utána meg van bocsátva neki, és akkor mehet a mennyországba. Ugyanis ez bántja, fölmerült a hallgatóság körébe, bántotta valamilyen módon az etoszukat, hogy hogy van ez, hogy biztos, hogy mindenki megérdemli ezt? Jó hát, kérdés. Mit gondolsz? Én semmit, tehát nem tudom, az biztos, hogy a Jóisten nagy gondban lesz, amikor az igazságossága és a megbocsátása között kell egyensúlyt találnia. Én azt szoktam mondani, hogy ez legyen az ő gondja, de nem lesz sajnálva természetesen, hanem ez tényleg egy Istenhez méltó feladat, ugyanis az igazságosság is ugyanannyira fontos, mint a szeretet. Tehát az, hogy tehát sokan azért kényelmetlenül éreznénk magunkat egy mennyországban, ahol Hitler is vígan ott üdül. Ez egy nehéz kérdés. Ugyanakkor a fordítottja is igaz, hogy nem lehetnénk felhőtlenül boldogok talán a mennyországban, ha mondjuk szeretteink, vagy egyáltalán bárki örök szenvedésre van ítélve. Amit mondtál, még ahhoz annyit akartam elmondani, hogy az iszlámban is, és a zsidóság nagy részében is a pokolhoz hasonló képzet az időleges. Tehát így, ahogy leírtad. A kereszténységben a poklot azt öröknek képzeljük el, és van pokol. Az, hogy van-e ott valaki, az már nem biztos. Tehát van pokol, ezt a kortárs teológia mondja így, ezt hagyjuk Istenre. Tehát én senkit se kívánok a pokolba, az biztos. Ugyanakkor az emberben és a világban van egy vágy, hogy igazságos dolog legyen. Tehát ha valaki tömeggyilkos volt, az ne ugyanazt a víg dolgot kapja, mint Teréz anya. Na azért jelentkezem, mert nekem is ez egy dilemma filozófiai gondolataim között, konkrétan például Hitler, akit ugye nagyon sokan nem igazán szeretnek, még így a múltból kifolyólag és ma sem. De azt gondolom, hogy azok a poklok, amiket az olyan emberek, akik rengetegként okoztak másoknak, megélnek, az egy olyan szükségszerűség, ami egy nyitottabb tudatállapotban, mondjuk a purgatóriumban, vagy egy életvégi átlátásban, amúgy is a saját tudatában egy megszenvedett kín. Tehát egy örök elítélés érzésem szerint nem egy szerető Isten sajátja. A büntetés, az igazságosság alapvetően egy emberi lelki értékrendszer. Tehát amikor előadásokon ugye nagyon kínos pillanatok jönnek, hogy Hitler is bejuthatott mondjuk a mennyországba, hiszen örök és végső megbocsátások léteznek, ott először saját magunkkal kell szembenézni, hogy a büntetést milyen belső tartalmaink inspirálják bennünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt az emberit és az Istenit kell külön választani valamilyen szinten, és ez az élmény, a halál közeli élménynek ez a morális fejlődést okozó életeket és dolgokat átlátó pillanat, ez egy olyan lehetőség, ahol bepillanthatunk abba, hogy mit jelent ítéletmentesen és legfőképp szeretettel élni. Tehát itt a szeretet az az angyal, ami minden vallástól függetlenül megérinti a emberi lelkeket. A keresztény tanításban az a fontos, hogy szabad akarat van, tehát ha én el akarok kárhozni és a pokolba akarok jutni, akkor erre meglegyen a lehetőségem. Kicsit furcsa, amit mondok, de a poklot én nem feltétlenül büntetésként képzelem el, hanem választásként. Sokaknak már itt a Földön megkezdődik a pokol, pokollá teszik mások életét, pokollá teszik a saját életüket, nem az Isten országát jelenítik meg a Földön, hanem pontosan az Isten hiányt, és az Isten, amikor szabad akaratta rendelkező lényeket teremtett, akkor fölvállalta annak a kockázatát, hogy van, aki az ő szerelmi vallomását
nem viszonozza, és végső értelemben sem viszonozza. Még az jutott eszembe, ehhez nem értek, csak vicces jegyzem meg, hogy a pszichopatáról szoktuk azt mondani, hogy nincs lelkiismerete. Tehát szeretnék veled egyetérteni, hogy mindenki belátja a saját bűnét, de azért beláthatja. De azért sok halálra ítéltnél is azt látjuk, hogy még akkor, még ott a vitófalat, ott sem bánja meg. Talán utána. Na, ezt nem tudjuk pontosan. Igen, szépen. Felakasztottak halál közeli élménye, mondjuk. Rosszul sikerült villamos szintes kivégzés. Még egy kérdés föl szokott mindig merülni az ilyen találkozókon, hogy Jézus mikor visszatér, akkor ugye a Biblia úgy írja le, hogy megdicsőült testben teszi mindezt, legalábbis ez a szó használat. Ezt talán ilyen mai nyelvre úgy fordíthatnánk le, hogy asztráltest, nem tudom, ez többé-kevésbé fedi, vagy nincs rá jobb szavunk. Szóval, hogy egy megdicsőült testben jön vissza, tehát nem húsvér emberként, ugye akkor úgy jelenik meg a tanítványoknak is. Na most, ha már egy megdicsőült test kifejezést használ a Biblia, akkor, és nem húsvértestet, akkor vajon miért nem rendelkezik a Biblia, hogy közben mi történt, vagy mi volt az a változás, amitől ő már nem húsvérként jött vissza, hanem egy úgymond megdicsőült testbe? Szerinted? Urafogalmak. Tehát az asztráltestről, vagy ahogy Krisna tudatú testvéreim mondják, a finom fizikai testről, arról nem tudok nyilatkozni. Valóban a megdicsőült test fogalmat használja a kereszténység. Én ezt az ellentétet nem érzem, hogy ez más lenne, mint az anyagi test. Te úgy látod, hogy az ugyanúgy effektíven megfogható? Most hát erről van történet a Bibliában, tehát Jézus, igen, sebet, Tamás, de, ugye? Igen. De akkor felmerül a kérdés, hogy mikor ugye a köznyelv azt tartja, hogy átdugta a stigmajukon a kezét, ugye, a hitetlen Tamás, és felmerült jelesül Pap Lajos professzornak a felvetése, hogy lehet bizonyság valaki visszajövetelére az, hogy egy húsvértest megérint egy ilyen bizonytalan diffusz körvonalú testet, az mitként lehet bizonyosság, mondjuk Tamásnak, arra, hogy ismét hívővé váljon. Ha már ugye ő nem húsvértestben jött vissza, ez nagyon érdekes. Lehet, hogy mindenki kérdezze. Egyébként hadd mondjam el, te nyilván tudod, Szabolcs, csak a kedves nézők, és hát ha biztos te is tudod. Én megkérdeztem erről Szűcs Ferenc teológus professzort, aki azt mondta, hogy ez egyáltalán nem így van. A Biblia ugyanis nagyon pontos leírat. Ott nem az van, hogy mikor hitetlen Tamásnak szólnak, hogy gyere, mert itt visszajött hozzánk Jézus, és ő nem hisz, majd mikor oda viszik elé, akkor úgy nyer bizonyságot, hogy átdugja a stigmajukon a kezét, illetve a lándzsa okozta sebbe, ugye bedugja az ujját, és ezáltal ugye térdelsik és újra hívővé válik. Azt mondja, hogy szó nincs erről a Bibliában, ez csak a köznyelvben van benne, és a Biblia passzusai egészen pontosan így szólnak, ezt véletlenül tudom, mert én is utána néztem, hogy Jézus mondja hitetlen Tamásnak, hogy gyere és érints meg. A következő mondat a Bibliában az, hogy Tamás térdre esik és felkiált, ó, én Uram, ó, én Istenem. Magyarul arról semmiféle leírás nincs, oda megy, átdugja, bedugja a sebbe, nagyon érdekes. Tehát elszégyelli magát. Kvázi nyilván olyan karizmatikus erővel árad Jézus részéről Tamás felé ez a mondás, hogy gyere, érints meg, hogy nem szükséges többé ezeket végrehajtani. Tehát ez a magyarázat például arra, amit egyébként dr. Pap Lajos professzor is felvetett, mint problémát, de bennem azért motoszkált ez a kérdés, hogy gondoltam, megkérdezem, hogy szóval miért nincs arról szó, hogy miután Jézus meghalt húsvér testben, és már egy másik természetű testben jön vissza, hogy miért nincs a változásról valamiféle információ. Bocsánat, hogy ilyen szőrszálhasogató vagyok. Talán azért, mert nem lényeges. A Biblia az a hitünk számára lényeges tanításokat tartalmazza, és ezek szerint ez nem lényeges. Még azt akartam a testről elmondani, hogy mi nem lélek vagyunk a keresztény tanítás szerint. Mi test, lélek és szellem egysége vagyunk. Az ember egységes. A kereszténység az anyagi megteremtett világra nem rosszként tekint, vagy elvesztegetendőként, megsemmisítendőként, hanem örökként és beteljesítendőként. Tehát az ember, amikor feltámad, akkor testben támad fel, ugyanez a világ fog feltámadni, fog beteljesedni, és benne az én testem is,
más lesz és ugyanaz. Itt tudnám leírni. Tehát nem pusztán szellemek leszünk ott, hanem ez a világ a maga teljességére fog jutni az örökítéletkor. Felmerült már hittan hallgató gyerekeknél, hogy van náluk egy kis képzavar, pont a feltámadást illetendően, ugyanis az nincs pontosan megmagyarázva, hogy ez miként fog zajlani, és a mai ilyen médián szocializálódott gyerekek, mikor meghallják a feltámadást, és bár tanulnak mellette hittan, képileg úgy képezik le, hogy majd egyszer, hogy kijövünk a sírból, ugyanebben a testtel, de az olyan, mint a zombi, az akkor hogy van? Akkor biztos nem úgy van elképzelve. És van egy ilyen képzavar a gyerekekben, hogy nem tudom, ti, mint egyházi tanítók is, akár ha szabad ezt a titulust mondanom, ti látjátok ezt a kérdést, hogy kéne a gyerekeknek helyre tenni a gondolatiságát? Erről vannak erre módozatok? Hátra van, szerintem ebben már nem biztos, hogy bele tudunk menni. Hát nem is, mondat, csak egy pár mondat erre. A lélek anyagot szervez maga köré, hát a mi testünk is 7 évente teljesen lecserélődik, ugyanakkor azért fölismerhetően hasonló, és a feltámadásban is, én legalábbis valahogy így képzelem el, a lélek újra megszervezi ezt a testet maga köré. Az hozzátenni való, hogy a beteg fogyatékosságaink azok eltűnnek ekkor, tehát aki vak volt, az látni fog, és ezt metaforikusan is értem, és még talán annyit viccesen befejezve, hogy Aquinoi Tamást, amikor erről faggatták, hogy 20 éves Szabi, vagy 30 éves Szabi, vagy 40 éves Szabi, vagy 90 éves támadt fel, akkor azt mondta, hogy a krisztusi korban, 33 éves korban levő, és mondjuk lefogyott, és kisportolt Szabi fog föltámadni, tehát a virág levő ember támad föl. Én nagyon szépen köszönöm dr. Nagy Pál Szabolcsnak, hogy itt volt, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy azt hiszem még fogunk beszélgetni ennek a műsornak a keretében, hiszen azt hiszem még van bőven erről adalék, és ha megtisztelsz legközelebb is, hogy itt leszel, azért hálások leszünk. Nagyon szépen köszönöm Paulnyi Tamás állandó szakértőknek. Ez itt az Élet az Élet után. Erkárpáti Péter vagyok. Még találkozunk.